Jó reggelt, sziasztok! Remélem jól látszom, hallatszom. Folytatjuk a Hogyan hozd helyre önmagad sorozatot. Azt hiszem, hogy 51. videó hamarosan letelik. Úgyhogy kezdődhet utána a következő 90 nap. Mindig el szoktam mondani, hogy a 90 nap mire jó? Hát arra, hogy azokat a puzzle darabokat sikerüljen összerakni, ami alapján, ha azokat finomítja valaki, akkor a következő 90 nap már egy rendezettebb állapotba tud kerülni az ember, utána még rendezettebb, és a puzzle darabokban ott van például egy egészségprogram, ott van például egy pénzügyi konstrukciós program, meg még egy csomó más is, és azok is jobb állapotba kerülnek, nem tudom, hogy ez jó híre vagy nem, osszátok be, egy a lényeg, aki ezt csinálja, az eléri azt az áhított élet színvonalat, amit szeretne. Így visszagondolva, olyan fura érzésem van, mert ugye én mindig úgy szerettem volna ilyen egzotikus helyekre elmenni, nem csak így virtuálisan, hanem tényleg, és hát most két olyan út van megint kilátásban, megvannak már a jegyek, már minden megvan, csak utazni kell, tehát nem mi rajtunk függ, és hogy létezik ez, hogy ezt így meg lehet csinálni? Hát úgy, hogy nem a szél fújja össze, hanem ezeket a 90 napokban lévő apró pici puzzle darabokat rakjuk össze. Úgyhogy szia Erika, szia Ildikó, szia mindenki. Nem is tudtam, Ildikó, hogy te Schwarzi Iván Ildikó vagy, de nem jól mondtam. Szia Attila, szia Henny, hú, de sokan vagytok itt. Így reggel ezt nem értem, hogy este nehezebb tréningre jönni, mint reggel, vagy reggel könnyebb, vagy esetleg lógtok a munkahelyről? Ki az, aki bemeri vallani, hogy igen, végül is munkahelyen vagyok. Hát tudom, hogy Henny az dolgozik ugye a saját üzletükbe, tehát ott akkor könnyen logicálsz, de nem mindenkinek van saját vállalkozása. Évi az este dolgozik, akkor azért nem tudtál tegnap jönni, mert megpróbáltalak felszólítani, de akkor ezért nem sikerült. Azt mondja, aki, de aranyos vagy, Erika Nándori, ki korán kell, virid le, de Édi. Na, szóval folytatjuk tovább, mielőtt elszégyelném magam. Még is pirultam. Na, szóval írjátok már be, hogy érdekes ez a puzzle darabok összerakása, ugyanis én most még jobban belástam magam, még komolyabban, és olyan, szia, Ibolya, olyan felfedezések vannak, amiket, hogyha így elmondok, ez így segíti a ti életeteket? Vagy jó lenne, hogyha jeleznétek vissza. És ma is olyan ilyen témát hozok, csak most azért jár a szám, hogy minél többen legyetek itt. Jó, oké, úgy néz ki, hogy itt a csapat. Szóval, nézzétek a Survivor-t, mert így tudom összehasonlítani azt, hogy mi mit is csinálunk. Ki az, aki bemeri vallani, ajánlom egyébként, hogy nézzétek. Tudom, hogy ez a televíziós csatorna, meg hogy jön ez ide, nagyon ide vág. Nagyon sokat lehet belőle tanulni, mert tulajdonképpen a Survivor is egy olyan műsor, amit azért szeretnek sokan nézni, mert ott az emberek döntéseit, meg a manipulációikat, meg hogy hogyan beszélnek egymással, mit csinálnak, hogy mert ugye csak egy nyerheti meg a 20 millió forintot. És hogyha jobban belegondoltok, akkor ugye két csapat van mindig, és akkor a két csapat az egymás ellen van. De nagyon okosan van megcsinálva ez a műsor, mert utána ugye szétbomlasztják őket, és azok, akik eddig barátok voltak, hát egymás ellen kell majd, hogy harcoljanak. És a végén, mint a hegylakóban csak egy maradhat, tehát akik nagyon jó összejöttek, még azokat is egymás ellen fordítja a műsor, és ugye csak egy maradhat. És hogy közben ki az, aki, fú, azért, ja, értem, tehát ki az, aki nem is gondolnánk, és mégis ő fogja megnyerni a Survivor-t. Nagyon érdekes, ugye celebek vannak, meg ilyen civilek, és ott bújik meg a nyertes. Szóval érdekes. És hogy jön ez ide a 90 naphoz? Hát úgy, hogy tulajdonképpen kicsit hasonlít a csoportépítés, csapatépítés a Survivor-höz, abban a kivétellel, hogy mi azért nem leszünk egymás ellen, így a csapattagok, illetve
lehet ilyeneket tapasztalni csoportépítésnél, hogy emberek egymás ellen fordulnak. Sőt, olyat is szoktam látni, ugye láttam ilyen hálózatot, hogy a szponzorát a szponzor ellen fordul. A szponzor meg a szponzorát ellen fordul. Ez a legnagyobb baromság, mert ugye vágja a saját maga alatt a fát ki valaki, ez hülyeség. De mégis van ez a jelenség. De akkor hogy, miért van ez? Ezek az emberek, akik így csinálják, azok már eleve ezzel a tulajdonsággal kilövik magukat a siker. Ezzel vágják el a sikert. És itt olyat is szoktam látni, hogy nagyon jó képességű valaki, tényleg karizmatikus, és egyszerűen ezzel a tulajdonságával nem tud mit kezdeni, és így mint a macséta, így szó szerint darabolja saját maga alatt a fát. Nagyon fontos rész ez a mai, azért ugye középre tettem, mert aki nem tud csapatjátékos lenni, az a mai világban kész, elveszett, meghal. Ne higgyétek el, nézzétek meg. Mindenkit, akit sikeresnek láttok most így a való életben, hátul megbújva egy egész team áll a háttérben. Ugyanígy van a Survivornél is, hogy ugye van egy olyan műsor, ami azt mutatja, hogy csinálják ezt a műsort, és hogy készítik ezt a műsort, és ott van, hogy egy egész stáb, nem tudom hány száz ember ott a kameramenektől kezdve, a játékfelelősök, minden azért van, hogy te néző, aki majd nézed a műsort, az jól érezd magad. Nagyon-nagyon komoly háttérmeló megy. És itt a mi munkánkban is ugyanez van. Mi fél évvel ezelőtt megálmodtunk, már lassan egy éve lesz, egy bizonyos kommunikációt, hogy hogyan tálaljuk a mi munkánkat az interneten. Egy nagyon komoly háttérmunka folyik, sokan nem is érti, nem is látják ezt. De annyira részletesen ki van dolgozva a háttér, hogy ti, aki például részt vesztek benne, fogalmatok nincs arról, csak úgy természetes, hogy kaptok egy linket, bejöttök, és teljesen így le kellett butítanunk ezt az egészet. Olyan szintre, hogy például emberek például nem tudják levenni a hangot például. Vagy van olyan, hogy észrevettük, hogy valaki egyszerűen nem tudja el intézni, hogy ne legyen a háttér zaj, mondjuk egy rádiót ne feszóljon a háttérbe, hogy egy ilyen gatyás úriember ne menjen át a háttérbe, vagy ilyen apróságokon múlik egy ilyen műsornak nevezett beszélgetés az interneten. Nem műsor, nem, hát ugye nagy nyilvánosság előtt megmutatkozunk. És ugye tegnap is volt egy ilyen, hogyha gondoljátok, nézzétek meg, itt alól vagy fölül megjelenik ez a tegnapi kis beszélgetésünk, és ugye az egésznek a titka az, hogy egy jól megszervezett csapat munka folyik, egy olyan társaságot láttok, akik egész jól össze vannak már szokva. Itt egy nagyon-nagyon komoly team van, és azért szerettük volna ezt bemutatni a nagy közönségnek, hogy nem kell ehhez, mit tudom én, milyen doktori végzettség, hogy valaki összerakjon egy ilyen dolgot, hanem szorgalmas nagymamák, nagypapák, fiatalok, mindenféle szakterületről lévő emberek, hogyha egy cél érdekében kezdenek el dolgozni, akkor létrejöhet egy ilyen műsor például. És én azt látom, hogy egyre jobb ez a dolog. De mégis van, aki ugye nem képes még fölzárkózni, vagy képes lenne, csak nem akar, vagy lusta, vagy valami, és akaratán kívül is így szét tudná bombázni tulajdonképpen, ha nem lenne moderátor, ilyen esetben mondjuk én, hogyha nem tartanám kordába ezt a dolgot. Ugye, én ezt imádom, ezt nagyon szeretem csinálni, de mégis az az üzenet ennek az egésznek, hogy ha te szeretnél például egy hasonlót csinálni, mint amit én is, akkor találkozni fogsz avval a jelenséggel, hogy emberek különböző, hát nem azt mondom, hogy intelligencia szinten, inkább élethelyzetben vannak, és nem tanítják meg, ezért mondtam valamelyik, hogy nem tanítják az iskolába azt, hogy hogyan kell egymással viselkedni, egy ilyen etikettet. Tehát ilyen apró dologra gondolok, hogy például nem tanítják az iskolába, hogy előre kell engedni a hölgyeket. Nekem soha nem jutott az eszembe, hogy egy liftbe, vagy egy étterem, vagy sok helyen, hogy ne engedjem előre a hölgyeket. Nem azért, mert
Ezt nem tanultam, hanem így bennem volt, és akkor ez olyan természetes volt. De van, akinek ez egyáltalán nem természetes, és ő előre megy, mert ő férfi, meg mit tudom én. És ez ugyanígy van a mi munkánknál is, hogy mindenki azt mondja, hogy ez ilyen természetes is. És nem az a baj, hogyha valaki ezt nem tudja, hanem hogy nem akarja megtanulni, vagy nem csapatjátékos. És a csapatjátékosságnak különböző ilyen pici apró szabályai vannak, és ez azért mondom, hogy érdemes ezzel egy kicsit jobban foglalkozni, és ezt gyakorlással lehet egyébként megtanulni, mert ennek ellenére is lehet hibákat elkövetni, ahol nincs is baj, hogyha vannak hibák, csak akkor van a baj, hogyha nem veszi ezt valaki észre, vagy nem képes arra, hogy így csapatjátékos legyen. Esetleg írjatok már ide, hogy ez így, tudom, egy picit száraz téma, de a sikernek az egyik legfontosabb része az, hogy te tudsz-e csapatjátékos lenni. Tudsz-e hozzátenni, csak annyit, hogy például figyelsz. Tudsz-e energiát adni, mondjuk nekem például, hogy most itt vagy, hogy tényleg itt vagy-e, vagy csak úgy háttérbe szól, az se probléma, de valamilyen energiát ide fektetsz abban, hogy nekem talán egyre jobb legyen ez a hozzátok való kis monológom. Mert ha hiszitek, hanem átjön az energia. Csak egy pici ideírás, hogy oké, Vivi, jól csinálod, vagy bármi, amivel tudod segíteni mindig az előadó munkáját, vagy hogyha csoportban ilyen beszélgetések vannak, akkor apró pici, tehát az odafigyelés a legfontosabb, hogy az egész jelenléteddel segítsd a közösségnek a munkáját. Ugyanis, hogyha ezt valaki megtanulja, és közösségi emberré válik, a többiek jobban fognak ráfigyelni, illetve ezért történnek meg a csodák, hogy emberek önmaguktól csatlakoznak. De most képzeljétek el, hogyan csatlakozna valaki olyan emberhez, aki nem közösségi ember. Aki csak úgy saját maga, és majd én kitalálom, hogy kell. Valaki megreformálja a marketing rendszert, mert azt mondja, hogy ő jobban fogja tudni. És csodálkozik, hogy elfordulnak az emberek. Mindig vannak olyan emberek. Az elárulom, én is voltam ilyen, tehát én a saját példámból okulva változtattam meg ilyen irányba ezt az egészet. És hogyha csinálod majd ezt a 90 napot, akkor ott vannak ilyen dolgok, hogy közösségi emberré kell válni. Nézd meg, minden egyes sikeres ember ezt megtanulja, aki nem, azok mennek a levesbe, is lehetne mondani. Írja Doémi, hogy egyedül nem megy. Na most, az elárulok egy pár olyan sikertitkot, amit főleg akik már úgy régebben velem vannak, tovább kell lépni. Tehát ki kell alakítani magad köré egy tímet. Egy olyan tímet, amit te kormányozol. És hát ide jön egy olyan dolog, hogy ugye vannak olyan emberek, akik ezt tudják csípőből, vannak olyanok, akik el se tudják képzelni, hogy ők majd így irányítsanak embereket. Mindig kategorizáld be magad, hogy te melyik kategóriában, hogy mit tudnál ebből elsajátítani. Ha végképp ott vagy, hogy én ezt nem tudnám így csinálni, nem tudnék embereket így irányítani, akkor se legyél kétségbe esve, mert a szponzorod segítségével ez mindig meg tud valósulni, csak akkor neked jó meghívónak kell lenni. Én például az elején nem tudtam ezt. Tehát, sőt, el sem tudtam képzelni, hogy én majd ezt így irányítgassak embereket, de nagyon jó meghívó voltam. Nekem az volt az erősségem, hogy könnyen el tudtam hívni rendezvényre embereket, könnyen magamra tudtam vonni a figyelmet, mert érdekesen tudtam elmondani, hogy velem mi történt. De van, aki például ezt nem tudja, és akkor ezt meg kell tanulni. De van, aki meg jó tud irányítani, de mondjuk a meghívást nem tudja. Tehát nem lehet mindent tudni, de nézzétek meg magatokba, hogy kik azok, akik, vagy melyik tulajdonsággal rendelkezel jobban, hogy a meghívást tudod legjobban, vagy a tesztelésben tudsz legjobb lenni, vagy te is irányítani szeretsz, de nem, hogy mondjam, nem ilyen diktatórikus irányító, hanem úgy ilyen karmester szinten. Ezt így tudatosítani kell bele magadat, hogy te melyik kategóriában vagy, mert azt a kategóriát tudod a csapat érdekébe felállítani. Ennyire érdekes. Egyébként egy idő után, hogy gyakorolja az ember,
észreveszi, hogy hopp, eddig nem tudtam meghívni, most meg egyre jobban tudok meghívni. Hopp, eddig nem is úgy teszteltem a dolgot, mert mondjuk nem volt úgy pénzem rá, most meg ugye egy kicsit több pénzem van, többet tudok tesztelni, akkor minden megváltozik. Igaz? Éva is írja, hogy formálódni kell, én is dolgozom ezen. Persze, hogy ne. Egyet tudjatok, hogy ez nem más, mint a duplikáció művészete. A duplikát ez annyit jelent, hogy megsokszorozod önmagad, és most nézd meg, hogy hol dolgozol. Nézd meg, hogy mennyi pénzt keresel, és nézd meg, hogyha valaki ugyanezt csinálná, mint te, csak te kapnál az ő munkája után részesedést, akkor ez milyen jó lenne. Mi ezt csináljuk. Tehát itt nem kell úgymond éveket tanulni, hanem éveket kell tanulás és gyakorlással eltönteni. Mindig, én is állandóan tanulok, gyakorlok. Én naponta 8-10 órát tanulok. Hülyeség, nem? De van olyan időszak, tehát folyamatosan hallgatok anyagokat, gyakorlom, megnézem, nem így kéne ezt, így, és akkor végül kialakul az a fajta módszer, amit most láttok. Ez 6 év munkája, amit most így láttok. És azért tűnik olyan természetesnek, mert már az. Mert már a sok-sok gyakorlás alatt nem okoz gondot megszólalni emberek előtt, nem okoz gondot meghívni embereket, nem okoz gondot egy pillanat alatt összehozni 20-30-40 embert, akivel egy jó műsort tudunk csinálni. Tehát ez már nem okoz gondot, de ez nagyon nagy gondot okozott volna 5-6 évvel ezelőtt. De gyakorolni kell, tehát te is képes vagy rá, hidd el. Csak ezt így tudatosítani kell, hogy mit szeretnél, és az időintervallumot, a gyorsaságát ennek az egésznek ezt te fogod beállítani. Ha nagyon gyorsan akarod a sikert, nagyon gyorsan kell tanulni, mint Schwarzenegger, kevesebbet kell egy kicsit aludni, vagy az alvást úgy kihasználni, mint én, hogy a tudat alatt szippantgatod be fel a dolgokat. Erről majd mesélek, hogy hogy lehet, szenzációs. És utána rögtön átvinni gyakorlatba, csinálni, kísérletezni, hopp, ezt kiveszed, bevetti, és akkor végül kialakul az a kis módszer, amivel te tudsz dolgozni. De az alapok azok le vannak fektetve, de nincs új a nap alatt, nem kell kitalálnod, hogy kell ezt csinálni, egyszerűen gyakorolni kell. Úgyhogy én most csak így ennyivel terhelném az agyatokat, mert nem akarok ilyen nagyobb léptékű dolgot, mert péntek van. És ez ugye a hétnek az íve, most egy kicsit úgy visszatekintünk az elmúlt napokra, ugye hétfőtől péntekig, hogy telt, én jelentem a tervet, teljesítettem. Lehetett volna egy picit nagyobb teljesítmény is, de én meg vagyok elégedve, mert hozom azt a szintet, amit ugye szerettem volna, és nagyon úgy néz ki, hogy a hó végére egy picit még jobb lesz, mint a múlt hónap. Tehát ti is így nézzetek vissza, jó volt ez a múlt hét? Nem jó. Akkor mi nem volt jó? Akkor min kellene változtatni? Akkor azon kicsit többet, akkor ha nem tudod, akkor beszélj a szponzoroddal, beszéljétek meg. És akkor mindig újra tervezés is, és akkor egyre jobb. Ez gyakorlás, 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 gyakorlás. Úgyhogy ennyi lett volna ez a hirtelen pénteki inspiráció, remélem tudtam értéket adni, ha igen, akkor osszátok meg az oldalaitokon, iratkozzatok fel a YouTube csatornámra, ott vannak különböző lejátszási listák, és kapjátok a folyamatos napi szintű inspirációt. Sziasztok, az erő legyen veletek, és találkozunk a következő videóban.